A gondozási központ majálisa több szociális intézmény ellátottjának részvételével zajlott idén. Erre még nem volt példa Bonyhádon, tudtuk meg a központ vezetőjétől. Nagyon sok negatívum ért bennünket a téli időszakot követően, és úgy gondoltuk, hogy a szociális területet egy kicsit föl kell rázzuk. Ezért támadt az az ötletünk, hogy a nappali ellátás idősek klubja mellett az idősek otthona lakóit és a fogyatékkal élők nappali intézményét is elhívjuk egy közös rendezvényünkre. Májusi hónap a majálisról szól, mindenhol majálisokat rendeznek, nekünk erre kevésbé van lehetőségünk, így úgy gondoltunk, hogy egy ilyen szociális majálist fogunk megvalósítani. A sült kolbász, a virsli, a palacsinta, a waffel mind ez képezi a mai menünket, illetve a sok-sok limonádé, amit a kolléganőim készítettek el, és amelyre nagyon nagy szeretettel várjuk azt a 110 meghívottat, akinek elküldtük a meghívónkat. Nagyon fontosnak tartjuk a közösségfejlesztést. Kisváros vagyunk, de nagyon jól működik Bonyhádon az együttműködés. Ezekkel az intézményekkel mi napi szinten együttműködünk. De hogy ne csak a munka részét tapasztalhassák az ellátottak, hanem hogy egy kicsit együtt legyenek, beszélgessenek, lássák át, hogy kinél, melyik intézménynél milyen problémakör jelenik meg, és egy kicsit a felszabadultság lehessen a mai mérvadó. Ebből pedig nem volt hiány. Önfelett hangulatot teremtettek a szervezők gondozottjaiknak, akik örömmel fogadták el a meghívást. A település önkormányzata is támogatólag áll a gondozási központ rendezvényei mögé. Polgármester asszonyunk, mint minden rendezvényen részt vesz, nagyon elismeri a munkánkat, nagyon szeret az idősek, illetve a sérült gyerekek körében lenni, úgyhogy szívesen fogadta a mai rendezvényünkre is a meghívást, ő éppen palacsintát sütött bent a konyhán. Ahol számos finom étel készült a vendégek számára. Mit sem ér a majális sült kolbász nélkül, így a hamburger mellé az is került a tányérra. Desszertként pedig a palacsinta mellé waffelt is sütöttek a megjelenteknek. Az ételeket pedig egy meglepetéssel egészítették ki a szervezők. Nagyon jó érzés adni. És amikor benne van valamiben a szívünk, lelkünk, tehát azt ők is érezni fogják, az ellátottak, hogy ez nekik szól, róluk szól, értük szól. És ezek nagyon fontos dolgok, és hát nekünk, a csapatunknak, ez pedig egy felüdülés, hogyha a napi munkavégzést követően az időnket nem sajnálva, feláldozva, a családunktól veszük el az időt, de megéri, mert tényleg így lehet egy jó csapatot alakítani, formálni, és a miénk egy nagyon jó csapat, és én köszönöm nekik, hogy ilyen csapatban dolgozhatok. A meglepetés produkciót hatalmas tapssal és hálás tekintetekkel köszönték meg az idősek és a fogyatékkal élők. A maján is kellemes emlékeket idézett fel mindenkiben. Ez egy nagy dolog, én úgy gondolom, hogy többször is kellene ilyet csinálni, de én jól érzem magam. A május 1-e az mindig május 1-e, úgyhogy köszönjük a gondozási központnak, hogy ilyen címen, még akkor is megrendezték ezt nekünk, amikor kint nem olyan szép az idő, mert régen is volt olyan, hogy esett az eső, mégis felvonultunk, de most fedél van a fejünk fölött, és nagyon jó ebbe a társaságba, és borzasztóan hálásak vagyunk Orsinak, hogy ennyire a szívén viseli az időseknek a sorsát, és minden áron örömet akar nekünk szerezni.